Renault Kadjarban ülünk, ami az idei nyárnak az egyik legnagyobb meglepetése. Nem kabrió, még csak nem is nyitható a teteje. A Renault Nissan cégszövetség az előző Nissan Qashqai-jal megalkotta gyakorlatilag a kompakt crossover kategóriát. A Renault csak most 2015-ben ment utánuk. Ez a Renault Kadjar a Nissan Qashqai-nak a második generációjára épül, ugyanazon a padlóvázon gurul, sőt, ugyanaz a tengelytávja is, mint a Qashqai-nak. Mégis egy kicsivel nagyobb autó, mivel a Kadjar 7 cm-rel hosszabb, magasabb és szélesebb is a Qashqai-nál, ezért kicsit tágasabb a hátsó ülés sora, és a csomagtartója is 71 literrel nagyobb, így már 472 literes. A Kadjar egy igazi crossover, jó magasan ülünk, jól kilátunk belőle, modernsége és formássága ellenére tényleg elég jól átlátható a karosszéria, és kényelmes ilyen magasan ülni, bár én most a legalacsonyabb pozícióban vagyok, úgyhogy van fölöttem rendesen fejtér is, nagyobbak is kényelmesen elférnek, megfelelő méretűek az ülések, egyáltalán kellemes. Mi most az 1.5-ös dízel, tehát az 1.5 DC-i Kadjarban ülünk. Róla azt kell tudni, hogy ez a Renault-nak a régió ismerős 1.5-ös motorja, itt jelen esetben 110 lóerővel és egy 6 fokozatú kéziváltóval. Valószínűleg ez a termékpalettának a legtakarékosabb darabja. A gyár 3,9 literes átlagfogyasztást ígér, de nem nehéz ez alá akár bevinni az autót. Nekünk most így több napi átlagban a pesti rögvalóságban körülbelül 4,5 liter jött ki, ami szintén egy elég jó és barátságos érték. És az a legjobb, hogy ezzel az 1.5-össel elég jól is megy a Kadjar. Kellemes a váltó, könnyű a kormány, puha a kuplung, egy nagyon könnyen kezelhető, kellemes autó. A Kadjarnak nem mondtam még semmi jót a formájáról, igaz rosszat sem. Szerintem egy nagyon csinos unisex forma ez, pontosan ugyanúgy, ahogy testvére a Nissan Qashqai is. Szerintem a legtöbbeknek tetszeni fog, nem lesz vele gond. A Diesel Kadjarnak az alapára 6,7 millió forint, hogy ennyire élhető és szépen felszerelt legyen, mint ez a konkrét tesztautó, az már 7,2 millió. Van benne tempomat, van benne két zónás légkondicionáló, félbőr üléseken ülünk, viszont nincsenek benne még a modern vezetéssegédek és a nagy képernyős fedélzeti rendszer, de ez így is nagyon jól használható és nagyon barátságos csomag. Az az érdekessége, hogy magánvásárlók valószínűleg valami egész hasonlót fognak konfigurálni maguknak, illetve aki meg tudja kapni ezt az autót céges autónak, általában a flottákban is valami hasonló fog szerepelni, mint ez a közepesen jól felszerelt 1.5-ös diesel Kadjar. Én merem ajánlani mindenkinek, akinek tetszik. Nagyon kellemes autó. És jó a crossover.